13. fejezet Hát mi is történt Budán? Az, hogy a német szeretett volna beleülni. A királyné engedte volna is, de a magyar uraknak sehogy se tetszett az a gondolat, hogy Mátyás palotájában német tanyázzon. Segítségül hívták a törököt, és addig is védekeztek. Mikorra a török segítség előhada megérkezett, már akkor fogyadozott a német s mikorra a szultán is megérkezett roppant táborával, Roggendorfnak a hada szét volt verve. A barát, csak így nevezték a híres Martinuszi Györgyöt, négyszáz német rabot vitt üdvözletül a szultán elé. Velemen török bálint és az ősz Petrovics Péter is. A szultán cserepesen állt a hadával és tábornyi állomásnyira Budától. Az urakat tornyos és tornácos sejem sátorban fogadta kegyesen. Mind a hármat ismerte már a nevéről. A barátról tudta, hogy annak a fejével gondolkozik a magyar nemzet. Török Bálintot meg abból az időből ismerte, mikor Bécs városára akarta kitűzni a félholdas lobogót. Bálint úr akkor lekaszabolt a kászon basát a seregével együtt, és úgy emlegették a törökök, mint a tüzes ördögöt. Az öreg Petrovicsról már előre megmagyarázta a tolmács, hogy rokona a csecsemő királynak, és hogy ő volt az, aki 1514-ben Dózsa Györgyöt letaszította a lováról, és rabul ejtette. A három urat bevezették a sátorba, mind a hárman meghajoltak. Azután, hogy a szultán eléjük lépett, és a kezét nyújtotta, a barát is lépett egyet, és megcsókolta a szultán kezét. Az öreg Petrovics is kezet csókolt. Török Bálint késcsók helyett ismét meghajolt és elhalványodott arccal, de azért büszkén nézett a szultánra. No, ez gorombaság volt. A barátban áthűlt még a csont is. Ha ezt tudta volna, egy szóval sem erőltette volna Bálint urat, hogy velük tartson. A szultánnak a szemepillája serebbent meg, késcsókra nyújtott kezét kissé feljebb emelte, s föltette Török Bálinnak a vállára. Megölelte. Mindez olyan családiasan, magyarosan történt, mintha másképp nem is történhetett volna. A sátorban ott állt a két fiatal szultánfi is. Nyájasan szorítottak kezet a magyar urakkal. Bizonyosan előre megoktatták őket, hogyan viselkedjenek. Aztán megint az apjuk mögé állottak, störök bálintra függesztették a tekintetüket. Hát lehetett is őt nézni. Micsoda méltóságos, szép magyar ember! ahogy ott áll a vágott újú vörös sejematlasz öltözékében, minden más méltóság elhitványodik mellette. A szultán vén birka szeme is gyakrabban fordult török bálintra, mint az előtte hajlongó barátra, aki körmönfont latin orációban jelentette, hogy a német veszedelem el van hárítva, és hogy a magyar nemzet boldog, mikor ilyen hatalmas pártfogó szárnyát érzi maga fölött. A tolmács Szulejmán pasa volt, egy beteges sovány öreg úr, aki súrjány legény korában került a magyar földről a törökök közé, és mind a két nyelvet hibátlanul beszélte. Mondatról mondatra fordította a barát szónoklatát. A szultán bólogatott. Aztán, hogy a beszéd egy mély meghajlással véget ért, a szultán elmosolyodott. Jól beszéltél. Azért is jöttem, mert János király barátom volt. Az ő népének sorsa nem idegen nép sorsa nekem. Az országba vissza kell térnie a békességnek. A magyar nemzet ezután nyugodtan alhatik. Az én kardom fog fölötte őrködni mindenkoron. A barát a boldogság kifejezésével hajolt meg, az öreg Petrovics könycseppet törült el a szemében. Csupán török bálin nézett felhős homlokkal maga elé. Hát lássuk, miféle néppel küzdöttetek meg, mondotta a szultán. Lóra ült, és a magyar urak kíséretében a lassú lépést végig lovagolt a rabok során. Ott álltak és térdeltek azok két hosszú sorban a homokon, közel a Dunához. A szultán jobbján a barát lovagolt, bal felől Szulejmán pasa. Néha azonban a szultán hátra is fordult, és hol Petrovicshoz, hol Török Bálinthoz, hol a fiaihoz szólott. A rabok minnyáján leborultak a szultán előtt. Egyik másik esdeklőn emelte feléje megláncolt két kezét. Rongy zsoldos nép, mondotta törökül a szultán, de erős testalkatúak. Voltak erősebbek is, mondta rá magyarul török Bálint, hogy a szultán hozzája fordult. Volt egy néhány száz, de azok nincsenek itt. S hogy erre a szultán kérdő tekintettel nézett rája, Bálint úr nyugodtan válaszolt. Azokat én vágtam le. Visszatértek a sátorhoz. A szultán nem ment be, hát tábori széket hoztak elő. De a küldöttségnek nem hoztak széket, sem a szultán fiaknak. Mi történjék a rabokkal felség? kérdezte Amhát Pasa. Üssétek le a fejüket, felelte a szultán olyan egykedvűen, mintha azt mondta volna, keféjétek meg a kaftánomat. Leült a sátora elé egy aranyos hímzésű párnára mögéje állott két pávatól legyező szolga, s nem is a pompa kedvéért, hanem valóban a legyek miatt. Mert augusztus végén járt az idő, és a táborral a legyek miriádja utazott. A szultán mellett ott állott a két fia is, előtte levet süveggel a magyar urak. A szultán egy percig maga elé nézett, azután török bálinthoz fordult. Valami pap esett rabul az úton, a tevár megyétből való. Talán ismered? Török Bálint megértette a szultánt, de azért meghallgatta a tolmácsot is. És magyarul felelt. Az én vármegyémből való papokat mind nem ismerem. Van a birtokaimon egy néhány száz mindenféle hitű, de lehet, hogy azt a rabot ismerem. Hozzátok ide, parancsolá a szultán. És a szemöldökét felholdazva unalommal nézett maga elé. A Dunapartról felhallatszott a fejezés zaja. Kiáltások, könyörgések, s mindez összevegyült a tábor zajgásával. Két ember hozott aztán sietést egy lepedőbe burkolt alakot. Lefektették a földre a szultán előtt, és levonták a fejéről a lepedőt. – Ismered? – kérdezte a szultán féloldalt nézve török bálintra. – Hogy ne ismerném? – felelte megrendülve török bálint. – Hiszen ez az én papom. És körülnézett a jelenlevőkön, mintha magyarázatot várna. De a török méltóságok arca hideg volt, csak fagyosan rámeredő, fekete szemekkel találkozott. Valami baja történt, szólt aztán a szultán. Már akkor is beteg volt, amikor a táboromba hozták. Temessétek el tisztességesen, szólt a szolgákhoz fordulva, a keresztény vallás szertartásai szerint. Azután ezüst tálcán, ezüst poharakban frissítőket hortak körül. Valami narancsléből és rózsavízből készült ital volt az, jeges és illatos. A szultán nyájas mosolygással kínálta meg elsőnek török bálintot.